is szeretnél így telibe balra vagy akár jobbra sprintelni a Fortnite-ban, mint a kontrolleresek? Akkor amit te keresel, az a double movement. És meg is mutatom ma, hogy hogy kell letölteni és használni. Na urak, nagyon egyszerűen idejöttök a weboldalra, amit majd belinkelek a leírásba, és ide rányomtok, hogy download now. Na most, ez le fogja nektek tölteni, meg fogjátok amúgy nyitni ezután, open file, és igazából elkezdi nektek letölteni, és bam, készen is vagytok. Ezután Fortnite-ba kell egy-kettő dolgot beállítani, valamint beszélnék itt arról, hogy ezek mit jelentenek. Control plusz P-vel tudjátok ki bekapcsolni, mint látjátok. Advanced módnál, azaz a haladó beállításoknál, itt be tudjátok állítani, hogyha esetleg nem VASD-vel nyomjátok előre, hátra, balra, jobbra a karaktereteket, hogy ti mit használtok. És itt a strafingnél, az fontos, hogy a strafe angle-t, azaz, hogy hogy futtok, milyen szögbe futtok balra, jobbra, azt be tudjátok állítani. Nekem 66%-on szokott lenni, azt hiszem ez az alap, de nem biztos, hogy nektek ennyi lesz. Ha 100%-ra állítjátok, akkor a karakteretek telibe így jobbra, vagy telibe balra fog futni. És hát ugye az appnál be tudjátok állítani, hogy mivel tudjátok ki bekapcsolni. Igazából arra állítjátok, amire akarjátok. És rányomtok erre a kis cuccra, hogy letálcázza, és el is tűnik nektek, fut a háttérbe, a Fortnite-ba menjünk. Na, és miután bejöttetek a Fortnite-ba, még nem lesz egyből double movementetek, mert be kell állítani még ezt a két dolgot. Először is, itt a VASD movement bingjeiteket ki kell venni. Nem kell, hogy semmi legyen, és lementitek, valamint bejöttök ide a keyboard and mouse settingshez. És itt van, hogy lock input method as mouse. Ez onon legyen, és készen is vagytok. Double movementetek van. Ciao, ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, nyomd be a csengőt, hogy ne maradj le a továbbiakról.